a jövő kulcsa az innováció. Vallja Ádám Jenő, az Ádám és Társa Kft. Ügyvezetője. Olyan újdonságokat mutattak be az Agromas Expón, melyek a következő generáció számára is biztos megélhetést teremtenek majd az agráriumban. Nagyon sok innovatív technológiánk van. Én ezzel úgy vagyok, hogy elsősorban nem csak gépeket értékesítünk, nem gépekkel keresünk, hanem felépítünk egy technológiát, egy innovatív technológiát, és ahhoz a megfelelő eszközöket rendeljük hozzá. Tehát egy kicsit más a megközelítés. A víz kulcsfontosságú a termelés biztonsága szempontjából. Éppen ezért a megfelelő vízgazdálkodás az agrárium jövőjének alapvető kérdése. Tudjuk a belvizet kezelni, amikor az is gond, hogy belvízzel elöntött a terület, és úszik a fél ország, akkor tudjuk a belvizet elvezetni felszínnel, felszínalatti rendszerünkkel, azokat lehet tárolni, és kell is tárolni, tehát nem kizavarni az országban, vissza kell állítani a vizes élőhelyeket, mikroklíma, mindenre gyakorolt hatása, és a másik az, hogy ezeket tároljuk öntözésre, és higítsuk fel vízzel, és öntözzünk energiatakarékosan, víztakarékosan. Ez a jövő kérdése, az öntözés. Tehát azt nem lehet megengedni, hogy egyszer a víz viszi a termésünket, nem tudunk vetni, talajt művelni, máshol meg elviszi az aszály. Tehát úgy gondolom, hogy ez luxus, tehát ebben mindenféleképpen tennünk kell, tehát a víz, a víz, a víz. Ádám Jenő szerint a gabona megfelelő tárolása elengedhetetlen a minőség megőrzéséhez. Enélkül komoly veszteséggel számolhatnak a gazdák. A következő lépés az, hogy a megtermelő gabonákat, ha ezt minőségbe betakarítottuk, ha minőséggel tisztítottuk mindent, akkor ezek úgy tároljuk, hogy ennek a minősége a tárolás során ne menjen veszendőbe. Hát ezzel vannak azért gondok, hogy a tárolók nagy része az kevésbé alkalmas a minőségi tárolásra, és hát ez életalapot teremt a bogaraknak, meg a gombáknak is, hogy azok toxin termeljenek, vagy bogarasodjon. Ezért a termékeket gázosítani kell, és utána jönnek a különböző gondok, hogy magas a toxintartalma, és nehezen adható a termék, vagy csak nagyon olcsón adható el. Tehát ezáltal, ha nekünk a termékünk nem prémium kategóriás, ha nem szuperminőségi, és nem nagy tételben van, akkor kiszolgáltatottá válunk, mert akkor örüljünk annak, hogyha valaki megveszi a termékünket. Az általuk kínált innovatív hűtési technológia megoldást jelenthet erre a problémára. Segítségével 7-9 fok között lehet tárolni a gabonát, ami így megőrzi a minőségét. A takarmánytermeléshez szintén kínálnak innovatív technológiai megoldásokat a termelőknek. A betakarításhoz, a feldolgozáshoz és a szárításhoz egyaránt. Szuperminőségű takarmánytermelés. Tehát ez kell az állatok részére is, a szarvasmarhák részére is, és ebből nagyon nagy exportot lehetne levonni, akár 200.000 tonnát vagy többet el lehetne adni. Ehhez itt vannak a technológiaink, a betakarítási technológia, a feldolgozási technológia, és ennek a terméknek a szárítási technológia, a szárítórendszere, és itt vannak, amit látnak, 900 kilós bánák, ezeket be lehet tenni egy 22 tonna mennyiségben, egy 40 lábas konténerbe, és ezt lehet vinni Szaúd-Arábiától Japánig. A Bicsérdi Aranymező ZRT hosszú ideje a partnere már az Ádám és Társa Kft.-nek. Van 2000 hektár szántunk, amellett állattenyésztéssel is foglalkozunk, 800 tejhasznú tehenünk van, de hát emellett van még sertésünk is. Az Aranymező ZRT az Agromas Expón vásárolt egy olyan gépet az Ádám és Társa Kft.-től, ami jelentősen megkönnyíti majd a munkát. A cél, hogy nagyon jó minőségű lucerna szénát tudjanak előállítani. A széna készítést próbáljuk megreformálni, és hát ezzel a géppel nagyon jó minőségű szénát lehet készíteni, ami ugye alapvetően szükséges az állatoknak. Emellett csinálunk olyat, hogy rossz szenázs, aminek az első része már megvan. Itt a mellettünk lévő gép, ami annyit jelent, hogy megroppantja egy kicsit a rozsnak a szárát, de lucernánál is használjuk, és utána pillanatok alatt meg lehet kezdeni a betakarítást, vagy a bálázást. Az innovációk megismertetése, népszerűsítése Ádám Jenő számára nem más, mint küldetéstudat.
ezeket a technológiát csak innovatív partnerekkel tudjuk, akiknek van igényre a minőségre, akik tudják azt, hogy akkor nem csak a mának, hanem a jövőnek is, és még az utódomnak is legyen olyan, ami elő tudom ezt állítani. Tehát ezt akarjuk bemutatni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos a számunkra, hogy minél több produktumot előállítani a mezőgazdaságból, nagyon nagy tartalékok vannak benne, szerintem ezzel élni kell, nem élni ezzel, az szerintem egy kicsit bűn.